Mi az a Shakes and Fidgets és mitől olyan különleges? A Shakes and Fidgets egy vidám fantasy akciódíjnyertes szerepjáték. Örülten hangzik, igaz? Hisz több mint 50 millió játékos teszi igazán különlegessé, híressé és szórakoztatóvá ezt a játékot. Hozd létre a saját képernyőhősödet és hódítsd meg a becsületcsarnok tetejét. De nem ilyen egyszerű a feladat, ugyanis szerte a világban játékosok állnak közted és a győzelem között a PvP arénában. Le tudod győzni őket? A haverokkal között szétalapítva sokkal erősebbé válhatsz, nem beszélve a rengeteg értékes zsákmányról, ami a tiétek lehet, ha persze jó csapatot alkottok. Állalj küldetéseket! Végezz izgalmas kalandokat! Lépj szinteket! Gyűjts aranyat! Szerezz becsületet! Válj legendává! A játék tartalmaz magyar nyelvet, így nem kell aggódnod, hogy nem fogod érteni bizonyos részeit, ha esetleg elakadsz valamelyik küldetésedben. Töltsd le a telefonodra, vagy játszd a számítógépeden bárhol a Shakes and Fidgets játékot, ugyanis teljesen ingyen hozzáférhetsz, amikor csak kedved szottyan. Használd a videó leírásában található linkeket, vegyél fel barátnak, játszunk együtt, hódítsuk meg a becsületcsarnok tetejét. Shakes and Fidgets, legyél te a legenda! Üdvözlök mindenkit, sziasztok, az én nevem Péter, és ez itt a Secret Neighbor, de Robloxban. Ugyanis kijött az hivatalos beta verziója a Secret Neighbornek Robloxon, és ahogy láthatjátok, tényleg Robloxban vagyok, mert itt vagyok bent, itt vannak bent a más játékosok, meg minden. Én megmondom őszintén, egy kicsit az elején meglepődtem, amikor kaptam egy e-mailt, és tényleg egy hivatalos e-mailt kaptam, mert ugye fel vagyok iratkozva a hírlevélre, a Hello Neighbor és Secret Neighbor készítőinek úgymond a hírlevelére, és küldtek nekem egy e-mailt, hogy elérhető Roblox. Már nekem ezt ki kellett próbálni, és természetesen kommentben is jeleztétek, hogy elérhető, úgyhogy kipróbáljuk most, nem tudom, hogy mire számít, csak beta egyelőre. Ugyanúgy vannak karakter lehetőségek, shopok, minden missions itt van alul. Igazából ezekre még nem nagyon kattintottam rá, kell csak itt. Én nem tudom, hogy tudok majd lenni amúgy Béla bácsi, vagy nem tudom, és hogy hogyan lépek innen vissza ki? Ja, exit, okés. Jó, én ezekkel most nem piszkálódok, hanem egyszerűen megnézem, hogy tudunk játszani. Legyen egy kui game, ennyi. És pont kezdődik. Pont kezdődik. Hölgyeim és uraim, honnan lett nekem 2000 olyan pontom? Azt a mindenisét átváltoztunk erre a karakterre? Ja, nem váltottam karaktert. Jó, mindegy, annyi baj legyen. Igazából ez csak egy próba. Egy az egyben ugyanolyan lesz. Olyan, mintha nem is Robloxon játszanék. Csak akkor, hogyha egy az egyben ugyanolyan lesz, mint hogyha az eredetivel játszanék, akkor mi értelme van megvásárolni például? Vagy most összement a kép. Jó, aki nem tudom, már csak belépek a játékba egyszer. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit hoztak össze. Gyerek vagyok. Erről van szó. És van lámpám is, meg minden? Van az is. Hallod? Jó, hát azért egy picit érzékelhető, hogy Roblox, de amúgy le a kalappal. It's dangerous here. Dangerous here, jó hangos volt. Miért volt ez ilyen hangos? Aha. Újjújj, vannak problémák. Úgyhogy csak egyszer egyet lehet kinyitni, nem az összeset? Hú, de rég Secret Neighbor-öztem. De egy Robloxban ez így elég érdekes. Így elsőre. Jó, hát nem baj, meg lehet ezt szokni, meg amúgy ne felejtsük el, hogy beta. Jó van, közben ki lehet nyitni az összes szekrény, csak én voltam buta. Ugyanúgy tudok ugrani. Amúgy nagy meló lehet amúgy egy ilyen játék. Ajaj. Nem tudom, hogy ki a Béla bácsi, de valami. Ajaj, valaki már átváltozott. Mert a zene, az konkrétan a Béla bával együtt megy. Hát jó. Nagyba ki van írva, hogy béta, úgyhogy nem szabad erre a játékra haragudni a jelenlegi formáját illetőleg. Ajaj. Most mi ez a hangos zene, néha nincs zene, meg mit tudom én. 13 percünk van. Én várjál, lemegyek az alaksorba, ott nézek körül. Aha, kint van? És mivel tudok dobni? Jó, hát néha kinyílik az ajtó, néha nem. Váhú, nagyon féltek a Bélától. Azt lehet, hogy ő az. Oh my god! Jesszusom! Ne! Nyisd már ki az ajtót! Bro? Hogy nem kapott el? Hát még a legidiótabb Béla bá is eltörött volna kap... Imádom, hogy a zene csak ott... My god. Ne engem! És engem kap el! Hogy? Segítség! Öcsém, mit kapnak ezek az emberek? Oh my god! Ne már, most kajak meg, és meghaltam, nézd meg. Hát hallod, exit to match. Rendben, megint srác lettem, és most ha jól látom, akkor a cirkuszi pályán vagyunk.
Jó van, rá, nem tudom, hogy kicsoda az, de valaki ott tépózolt, úgyhogy ez a kedvencem ez, hogy valahogy lehet tépózolni is, vagy lehet úgy töltötte be a karaktert. Ugye nem kérdés, hogy a Robloxon amúgy telefonon is lehet, szóval ezek a megjelenések, illetve mozgások, ezek nagyon robotikusnak tűnnek. Ez nem tudom milyen kártya, egyes kártyát szereztem. Most már valami kéne, amivel le tudom dobni amúgy Bélát, mert az előbb nem volt nálam konkrétan sem. Még kell dobok egyébként? Ja, jobb klikkel, természetesen, oké. Okay. Na, ezt ki tudom nyitni. Jó, ezt most megnéztük, hogy milyen a dobás. Fantasztikus. Jó, egyes kártya, köszönöm szépen. Ó, megy ez. Megy ez, csak tudod, mi a nagyon idegesítő, hogy rá kell nézni konkrétan a... Hello. Ha ti vagytok, nagyon mérges leszek, ha ti vagytok. Nem akarok futkrászni, mi? Ő az? Elkaplak? Na szóval, hogy ami nagyon-nagyon irritáló eddig a játékban, hogy rá kell mindenre nézni az interaktot, illetőleg például most is itt csak akkor tudom kibekapcsolni, mert az ajtónál is ez a helyzet, hogy rá kell néznem a kinyitásra. Azt vettem észre. Az ott mi egy cipő, meg coin. Felveszem. Még azt nem is jelzi, hogy mennyi pénzem van. Mi ez? Sapi? Nem tudom mi ez. Ó! De felvettem a sapkát. Ó, most már nem kell fognom a kezembe, mert sapká... Na, nagyon jó! Ez mióta van a játékban? Viszont tökre bejön. Találtam egy sapit, amin van egy... lámpa, de miért mindenki ott van, ahol én? És amúgy mikor fog leesni a kisgyereknek, hogy ő a Béla bácsi, és neki el kell minket kapni? Mert olyan... Szerintem az esetek 95%-ában odaül a kisgyerek. Hello, néhben! Azt ő lesz pont a Béla bácsi, és én... Hol van már a Béla bácsi? Azt közben ő az. Na jó. De amúgy biztos vagyok benne. Oké, ott van még egy egyes kártya. Az a baj, csak a fejem miatt nem nagyon látom, hogy mi a... Ezt kinyitom. Aha, ott is van egy kártya. Jó, két egyes kártyám van nálam egy ragasztó, hogyha baj lenne. Na, változzon már. Jó, ott viszi a kulcsot. Nice. Azért még kell bőven. Hát ez így amúgy egy érdekes kör lesz, hogyha tényleg az lesz, amit mondom. Hogy a kisgyereknek amúgy eszél. Hello, Léman! De te vagy a Béla bácsi, már játszol a játékkal, fogd fel, hogy mit kell csinálnom. Na. Ó, itt lehet kapcsolni a világítást. Alapesetben amúgy látszik rajta, hogy Roblox, viszont nem is olyan rossz munkát végeztek. Biztos, hogy kell rajta 4-es kártya. Neighborhood Left, erről beszéltem. Még egy esélyt adva ennek a játéknak, remélem most már valaki olyan... Ja, én vagyok. Oké. Okay. Let's go! Srácok, végre! Na látod, erről beszélek, hogy rá kell nézni az oper, és csak akkor nyílik ki az ajtó. Na várjál, akkor méket kapjam el. Mi lenne, ha mondjuk elkapnálak téged? Hello, szia! Hello, szervusz! Hát ez milyen érzés? Ez milyen érzés? El is tudom dobni? Ja, nem tudom eldobni. Meg is öltem? Ez ennyi volt, hölgyeim és uraim. Ez ennyi volt, hallod? Minusz egy gyerekecske! Hello, neighbor! Ledőrnöd, nem áll! Itt van Max, figyeld! Aki suli helyett Hello Neighborrel játszik, figyeld. Figyelj, ő így döntött, figyelj. Hello Neighbor! Játszok a Hello Neighborrel! Le lehet tölteni Robloxban! Ez a The Schlackenstacks, ez így ennyi volt, hölgyeim és uraim. Szép munka. Szép munka volt, szép munka volt. Aha, már csak nem tudom hányan vannak, de mindegyiket el fogjuk szépen kapni, szép sorban. Nem nagyon foglalkoznak vele, ez ennyi volt. Itt van Cibadál, őt is elküldjük természetesen a lobbiba pihenni. Mondom, elküldjük a lobbiba pihenni. Én le tudok tenni csapdákat is, ugye? R betűvel. Beer. Granny csapda. És most átváltoztam. Most átváltoztam valakire. Nagyon jók vagyunk. Így majd talán becsapok valakit mindjárt. Figyelj, elképesztő lesz. Aha, hallok itt amúgy mozgásokat. Ezek a... Hova bújtatok? Na, nem találom őket. Mondjuk ez egy nagy pálya. Itt van Hello Im! Hello Neighbor! Játszok a Hello Neighborrel! Oh my god, Mr. Hello Neighbor! Hát ez ennyi, figyelj! Schlackenstacks! Schlackenstacks, át is változtam rá. Tök jó vagyok. Nem tudom még hány embert. Hát még igazából kettő, van egy anya nevű játékos is, őt is szépen fogjuk aztán. Slöck, lesz a vége. Most elméletileg átváltoztam egy olyan játékos, akit már elkaptam, úgyhogy talán be tudom őket csapni. Viszont az, hogy hol vannak, az egy nagyon jó kérdés. Viszont most már megjelentek a Hello Neighbor! Oh shit! Ezt elcsesztem.
Jó, most átváltottam. Citadella? Vagy nem tudom mi a neved, Cipadala, de el leszek kapva. Figyeld. Hello neighbor! Ember? Te voltál az, aki eddig a legjobban futott. Hát ez ilyen nincs. Oh, yes! Jó, és most nem tudom kivé változok át. Ennyi volt. Gyerekek, ez ennyi volt. Ennyi volt Péter féle Hello Neighbor-je. Tehát, hogy ennyi. Az összes gyerek eltűnt, Péter Schlackenstack szólt, ennyi volt. Nem nagyon vágják, vagy nem nagyon értik, hogy miről van itt szó, kérem. Nem, nagyon-nagyon szét vannak esve a játékosok ebbe a játékmobil Robloxon. Én nem tudok ezzel mit csinálni. Tehát így nem nagyon élvezhető a játék, az a baj. Hát nem tudom, mindenki csak nézelődik, meg gondolom iszé, telefonnal, otthon, anya megengedte, vagy nem tudom gyerekek, de hát most, na mindegy, nézzük még egyet, adjunk még egy lehetőséget. Na, megint én vagyok tökéletes, és vagyunk hárman a játékba. Hát akkor én kezdem is igazából, figyeljetek, ez egy nagyon rövid játékmód lesz, miért nem tudok már átváltozni, idő kell hozzá? Szerintem igen. Na, most változtam át. Jó, hát már csak ketten vagyunk, akkor ez egy 1v1. Fú, gyerekek! Hát az előbb még tele volt a lobby, mi történt? Hello! Cső! Mi volt ez a gyors játék? Ennyi, pecs megint! Hú, azt a mindenit! Hát ez nagyon sok ideig tartott, ami azt illeti. Hát de már kétszer voltam, és egyedül ülött szegény. Hát mi volt ez? Mi volt ez a játék? Ennyi, megint nyertem. Fú gyerekek, ez még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon béta, és az baj, a játékosoknak is érződik, hogy fogalmuk sincs, hogy mit kell igazából, csak mindig kaptam 30 pénzt, ez tök jó. Szóval, hogy a játékoson is érződik még, hogy nem nagyon ismerik, nem nagyon tudják, hogy mi a lényeg ennek a játék, de pedig vannak itt sokan néznek, hát egy csomóan várakoznak a lobbiba, vagy én nem tudom. Minden esetre láthattuk a játékot, nem rossz, de rengeteget kell még fejlődnie. Nem azt mondom, hogy nem működhet, de hogyha Secret Neighbor-ozni akartok, ha nem tudod megtenni természetesen, akkor Robloxon mindenképpen próbáld ki, de még mindig az eredeti Secret Neighbor-nél maradok, és ha van rá lehetőséged, egyelőre, amíg a játék fejlődés nem megy át, egyelőre te is mindenféleképpen az eredetivel játszál, mert itt rengeteg probléma van, még láthattátok, lagolások, ilyesmi, de jó lesz ez, úgyhogy jó játékot kívánok nektek, srácok, próbáljátok ki ti is természetesen, és köszönöm, hogy ajánlottátok, ajánljatok nekem még nagyon jó Roblox horror játékokat, vagy amiről érdemes csinálni videót, várom a komment szekcióba a játékok nevét. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, én Owen McKenny voltam, ez pedig egy Robloxos videó volt, te pedig te voltál, úgyhogy legközelebb is, Tali. Szia! We'll be right back.